Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Pabnia gyülekezeti házban. A Vasmaraton résztvevői fogjuk mindjárt megnézni, de előtte Nagy Éva tanárnővel beszélgetünk, hiszen épp az előbb számoltuk, hogy már 15. órában vagyunk ezen a 24 órás felolvasón. Hanyadik alkalommal csatlakozott az iskola? A Karcagi Nagykun Református Gimnázium harmadik alkalommal kapcsolódott be ehhez a kezdeményezéshez, amit már 7. éve szervezünk itt a Kárpát-medencében, sőt Amerikából is mindig van néhány település, aki bekapcsolódik ebbe a 24 órás felolvasásba. Az iskola részéről hányan jelentkeztek? Nagyon sokan jelentkeztek, szerencsére körülbelül 100-an vagyunk diákokkal, kollégákkal együtt. A kollégák közös, aki él és mozog és Karcagi, az itt van valamilyen szinten, vagy egy órát tölt itt, vagy akár több időt is. Gyerekek közül is nagyon sokan itt vannak, ami nagy öröm számomra, hogy korábbi diákjaink is visszajönnek, és már régebben jelezték, hogy ha lesz, akkor szóljak, mert mindenféleképpen szeretnének eljönni. És természetesen annak is örülünk, hogyha a városból jönnek fel olvasók, ez is megtiszteltetés nekünk, illetve a gyerekek is látják, hogy érték az olvasás, hogy ők is ebből tanulnak, ebből élnek a későbbiekben, kicsit lelkileg feltöltődnek, és ezt hát veszik a gyerekek is. És nem csak majd a számítógép mellé ülnek, hanem egy-egy könyv mellé is. A könyveket láttam kirakva, jó néhány Vas Albert mű van, ami gondolom az iskola könyvtár tulajdona. Itt most mindenki a saját kis részletét olvashatja, vagy elkezdenek valamit és folyamatosan olvassák? A 24 óra alatt több könyvet, több művet veszünk a kezünkbe. Ha jól számoltam, 20-25 könyv kerül elő, több részletre bontva. Minden órában mást olvasunk. Most rengeteg novellát és verset vettünk kézbe, vagy veszünk folyamatosan kézbe, és ezért több felolvasás is lesz. Eddig olyan 100 felolvasás volt körülbelül, most 120-130 felolvasás lesz, és most már nem csak Vas Alberttel fogunk foglalkozni, hanem Vas Albert meghívta Mennyei Kávéházba Reményik Sándort, Nyírő Józsefet és Dzsida Jenőt is, és tőlük is olvasunk egy-egy részletet. Azt hiszem, hogy ők egy kicsit ismeretlenek a mostani diákok számára, tehát pontosan azért is fontos. Igen, és ami tetszett nekem tavaly, hogy ők kérték, hogy legyen Nyírő például. Úgyhogy azért vettük elő, és jó kis székely humoros történeteket kerestem, és azt fogjuk majd felolvasni. És hogyan zárul majd a 24. óra tavaly, és emlékszem, hogy 25. óra volt ez a 24, tehát most hogy tervezik? Egy picit próbáltam olyan novellákat keresni a végére, ami egy összegzést ad Vas Albert életéről, munkásságáról, gondolatvilágából, az erdélyi hitvallás, az életem története, és aztán a szózattal fogjuk befejezni, mint ahogy mindenütt a felolvasók. Ugye a himnuszokkal kezdtük, a magyar és a székely himnuszt, és a végén pedig a szózattal zárjuk. Önök a negyedik település, akik csatlakoztak. Utána gondolom azért egy picit egyeztetnek egymásra, hogy nektek hogy sikerült, hányan voltatok, mik a tapasztalatok. Így van, körémjel az fog jönni, mindenki megírja a saját kis gondolatát, a saját kis tapasztalatát, egy kicsit büszkekedünk, hogy kinél hányan voltak, hogy sikerült, hogy tudtuk megoldani, és természetesen az elkészült riportokat is megosztjuk egymással, tehát ezek olyan jó leső érzések és tapasztalatokat is tudunk cserélni, hogy ki mivel foglalkozott még. Van, ahol például Püspökladányban tudom, hogy néptánc előadás is lesz közben. Be. Van, ahol Simó József jelenik meg, valahol Barta tiszteletes úr, azt hiszem ő pápára tudott elmenni. Tehát vannak meghívott vendégek is, és akkor az olyan, mintha ők is itt lettek volna köztünk. Mégis a református egyház vezetői is itt voltak, hiszen kezdéskor Nagy Béla volt itt, később úgy tudom, hogy Koncz Tiborék is csatlakoztak, tehát azt hiszem ők is jelzik azt, hogy számukra is fontos ez a rendezvény. Így van, nem csak a jelenlétükkel, ami természetesen sokat jelent nekünk is, megtisztelnek bennünket, hanem azzal is, hogy mindenféle szervezési feladatban segítenek, és mellénk álltak és támogatnak. Ugye ők adták az épületet, nekik köszönhetjük, hogy itt lehetünk, a gyerekeket tehát tényleg első szóra jöttek, mert tudják, hogy a tiszteletes urak is mellé állnak emellé, és számukra is fontos ez, hogy a gyerekek megismerjék Erdélyt, Vas Albert, tehát az erdélyi magyar irodalmat. Én azt kívánom, hogy akkor a 24.-25. óra környékén akkor minél többen legyenek itt a zárszónál is, és akkor találkozzunk jövőre a következő Vasmaratonon. Nagyon szépen köszönjük, és remélem, hogy jövőre még többen jönnek akár a városból is.